A március 28-án életbe lépett kijárási korlátozást követően sok más tevékenységhez hasonlóan az edzőtermeknek is a teljes bezárás mellett kellett dönteniük, hiszen ezzel tudtak egyedül hozzájárulni a vírus lassításához. A mozgás szerelmesei azért ebben az időszakban sem maradtak az edzőik nélkül, hiszen a legtöbben a modern technika segítségével szívesen írtak online edzésterveket, amelyeket otthoni körülmények között is el lehet végezni. Az interneten sok olyan videót is látni, hogy Skype kapcsolaton keresztül tartottak edzők személyi edzéseket, így láthatták, hogy a gyakorlatok szabályosan és csalás nélkül vannak-e kivitelezve. A home office-olóknak abban is igyekeztek segíteni, hogy a megváltozott életvitelhez hogyan igazíthatják a táplálkozást annak érdekében, hogy se túlzott súlyvesztés, sem túlzott súlygyarapodás ne következzen be. A termek újranyitása fokozott figyelmet igényel majd, hiszen sok ember egy helyen még mindig könnyen gócpontok kialakulásához vezethet. Konkrétan online edzéseket nem tartottunk, igazából mi kis videókat készítettünk, amik mindenki számára elérhetőek voltak a közösségi médiában, az oldalainkon, és ezzel próbáltuk őket motiválni, illetve edzőként ugye folyamatosan akár külön gyakorlatokat írtunk az edzetjeinknek, az étrendekben segítettünk, ugye most az volt a legfontosabb, hogy ugye ebben a felborult helyzetben hogyan tudják az emberek megoldani. Nyilván ugye ne együnk sokkal többet, mint amennyit eddig ettünk. Tehát eleve ugye kevesebbet tudott az ember mozogni, vagy mondjuk egyáltalán nem tudott mozogni. Az egyáltalán nem volt ugye igazából jó dolog, hogyha valaki mondjuk többet evett, mint amennyit azelőtt. Tehát mindig erre hívtuk fel a figyelmet, hogy most inkább kevesebbet kell lenni a kevesebb mozgás függvényében, mint hogy többet. Próbáltuk javasolni az egészségesebb táplálékokat, hogyha tudnak, akkor minél több zöldséget fogyasszanak. Az edzőtermek talán veszélyesebb forrásai egy vírus terjedésének, hiszen egy időben több ember is tartózkodik huzamosabb ideig egy helyen. Emellett a gépek többségét, kijelzőket, karokat kézzel is meg kell érinteni. Sokan az általános tisztántartási szabályok mellett saját hatáskörükben extra intézkedések mellett tervezik csak az újranyitást, ha ezt a kormány idővel lehetővé teszi számukra. Most mi alatt zárva vagyunk, mi kihasználtuk ezt az időt és az egész termet fertőtlenítettük, a mindent, A-tól Z-ig, és ugyanezt szeretnénk folytatni nyilván abban az esetben is, hogyha kinyitunk, folyamatos szellőztetésekkel. Gondoltunk arra, hogy akár bejelentkezésekkel lehetne megoldani most ezt az edzőterembejárást. X főnek tudnánk biztosítani egy vagy másfél órás edzésidőt, és utána egy ilyen 15-30 perces tisztítási, fertőtlenítési szellőztetést, időt igazából szánni arra, hogy a következő kvázi csoport ugyanilyen körülmények között tudjon edzeni. Tehát ugyanúgy a tisztaságban, ugyanúgy a fertőtlenített gépekkel és vírusmentesen. A termekben folyamatosan figyelemmel kísérik a kormányzati döntéseket, így amint a helyzet ezt engedi, a sportolni vágyók hamarosan újra birtokba vehetik kedvenc helyeiket. Több klubnál is bevezették, hogy azon bérletesek, akiknek a kialakult helyzet félbeszakította a kifizetett órákat, edzéseket, bérletidőt, az ő számukra meghosszabbítják ezek lejárati idejét.